Tök más felé haladok. Miért jó, hogy ezeket lekapcsoltam? It's a door. Van itt valami mintázat, ami alapján ezeket fel kéne kapcsolni, vagy nem? Nincs rá ötletem. Ez a rengeteg kutya itt, ezen a területen. Ez egy farok? Ez egy kutyus? Júj! Hát milyen hangja van? Jézus! Basszus! Nem akartam vele megküzdeni! Oh. De eldobjuk neki a sztikket, mert annak eddig minden kutyus örült. Basszus! Hát nincs sok életem. El kéne futni, mi? Meg fogok halni. Ne! Ja, most már sárga neve, nem? Ja, oké. Okay. Meg lehet neki kegyelmezni akkor. Jó van. Juhúj! Hát szia, kutyus! Megnyalt! Hát ez rohadt aranyos volt. Hát ez jó volt. De erre nem is tudtam volna rájutni. Na megint ti! Hagyjatok már békén! This is your final and most dangerous challenge. Behold! Húha! Ez jól néz ki. Akkor kimondom azt a valamelyik szót, akkor ezek mind aktiválódni fognak. Egyszerre rád lövi az összes dolog. Are you ready? Because I am about to do it. Na mondd! És mi ez a kis kutya? Mit csinál ott fent? Hold up, hold up. I'm about to activate it now. Na gyere, aktiváld! Mozogjon az összes csapda! Szúrjon le, lőjön le! Hát nem úgy tűnik, mintha aktiválva lennének. Nos. Ez a challenge! Úgy tűnik, mintha egy kicsit túl egyszerű lenne. Jó, magasztalja magát, hogy milyen csodálatos meg a csapdai, és milyen szuperül ki vannak alakítva, de... mégse csinálnak semmit, ha? Jó, nem csináltak semmit, köszönöm szépen. Papyrus mindig csak fenyegetőzni tud. Másodszor, én magam sem tudom, hogy mit csinál már testvérem. Ó. Oh. Továbbra is figyelmeztet minket, hogy a kéken nem szabad megmozdulni, jó? Welcome to... Snowdin? Ez ekkora ez a város? Jó, akkor vissza az elejére. Nem éri meg, jó? Nem költünk akkor ennyi pénzt. Mi a fene? Mekkora ez a város? Ünnepség van, vagy lesz itt, nem tudom. Ha most karácsony az a mindenki. Egy újabb shop. Hé, hey, veletek már találkoztunk? Figyelj, hogy hova ülsz rá. Ez egy gyerek. Rossz helyet választunk, aztán leharapják a fejünket. Hú, mennyi levél érkezett itt egy embernek. Ez a papírusztak... ez a papírusztik háza? Papírusztak a... postaládája, megnézzük mi van bent. Teljesen üres. Csak ez itt a meg a Sensei? Mert a Sensei valószínűleg leszarja, hogy ki milyen üzeneteket küldözget neki, azt itt... be van tömve az összes. Ez a kettő ház be van zárva. Csak belülről lehet kinyitni őket. Az a baj, fent is volt még valami. Ah! Mi ez? Mi ez?
Papirusz ott a távolban. Engedd meg, hogy beszéljek neked komplex érzéseimről. Olyan érzésekről, mint az, hogy megtaláltam még egy paszta szerető embert. De nem is én ettem meg azt a tésztát, azt a tesód ette meg amúgy, azt hiszem. Király és okos embernek gondol minket ezek az érzések. Ugye nem szerelmet akar nekünk vallani. The great papyrus will be your? Your? Your me? No. This is all wrong. I can't be your friend. Barátok akarunk, barátja... Most csak barátom akar lenni, vagy többet akar annál? Te egy ember vagy, én meg egy szörny. Nekem el kell, hogy téged kapjalak. Nem lehetünk barátok. Pedig egészen jól megkedveltük amúgy egymást. Igen, pedig nem is én ettem meg. Döntsd el, hogy mit akarsz. Meg akar velünk küzdeni. Hát mégsem sikerült legyőzni ezeket a elvárásokat. Well, flörtölhetünk és inzultálhatunk neki. Mi működne szerintetek nála igazán? Nem is annyira erős. És szereti, hogyha... Szereti azt mondani, hogy és tényleg. Reveal your ultimate feelings? Well, I'm a skeleton with very high standards. I can make spaghetti, vagy mondhatom neki az... spaghetti. Itt én nem akarok vele járni. Milyen támadás ez őszintén? Papyrus már azon gondolkozik, hogy mit vegyen fel, milyen ruházatot az, hogy eljöjjön velünk egy randira. Hát flört. Ha már elindultunk ezen a vonalon, mi a bánat ez a játék amúgy? Tovább folytatjuk. Let's date later, after I capture you! Hát ezekkel a támadásokkal nem fogsz elkapni. Oké, itt van ennek egy érdemleges támadása? Jó, szerintem erre nem nyom már többet. Megpróbálj neki megkegyelmezni akkor megint. So you won't fight? My Fable Blue Attack. Húha, hát igen. Pláne így, hogy figyelmeztetett is rá, vajon hogy élem én túl ezt a támadást? Hű, de nehéz, jaj. Az Isten itt? You're blue now. Igen. That's my attack. Kék lett a szívem. Na, így most már nehezebb lesz kikerülni azokat a csontokat. Én nem arra gondolok, hogy járjunk, vagy ilyesmi. De nem akarok veled járni igazából, csak nem akarok veled harcolni. Húha! Húha! Use my special attack. Ez, tudjátok, mire emlékeztet? Flappy Bird! Ez Flappy Bird. Beauty yogurt behind his ears. Vagy ear. Milyen az a beauty yogurt az ember füle mögött? Most veszi észre, nincs is füle. Szóval mi fölé mögé teszi be a beauty yogurtot? Ez valami szépítkezési szerom? Vagy az emberek nem szoktak... Hívják ezt így, hogy joghurt? Szoktatok joghurtot tenni a fületek mögé? Na, tudunk járni. Papyrus, figyelj, jöjjünk össze, megoldjuk ezeket a problémákat. De olyan gyors, hát... Who cares, I give up, végre. Ne, nem!
továbbra is próbálkozik. Bandage! Very soon I will use my special attack. Oké. Okay. És miért te special attackod? Jó, az én special attackom az az lesz, hogy meghalok. Elhasználtam kb. Mindent, és leveszi így is az összes életemet. Na, itt a special attack. Mi a, what the heck? Ez egy kis kutya? Ez hülye kutya, hallasz engem? Ne játssz azzal a csonttal, inkább csináld a special... Ez lenne a szuper támadása? Hát... Akkor csak használom a reggyűröl a takjaimat. Ja, ezek a normál... Ne! Ne! Két életem van! Paf! Egy életem van! És... Aaaaaah! Ne! Itt a kiskutya! Ne! Nem hiszem el! You are too weak! I was easily able to capture you! Ah, beküldtek minket a... Hát ilyet! És tényleg bezártak. Hát... Az istenit! Na, egy kis jegyzet papírusztól. Bocs, hogy be kellett ide zárni téged a... vendégszobába. Amíg meg nem érkezik a nem tudom kicsoda. Addig nyugodtan érezd magad otthon. Jehehe! Yours papírus. Oké. Okay. Ez egy kutyakaja? Bocs, kiszabadulok. Most kijöttünk ugye ebből a házból, ahol fogságba tartott minket, de most én megpróbáljam újra visszamenni oda is. Itt úsztak a jégek, igen. És majdnem ugyanezt lejátszani velem. Jaj, ne, tényleg ugyanezt meg kell csinálni? Vagy most valami mást mond? Wait a second. You're not supposed to escape. Bizony, kiszabadultam. Get back there. Jó. Akkor ezt vagy le kell győzni teljesen, vagy mercyzgetni neki a végtelenségig. Hát. Akkor megkegyelmezünk. Ha nem akarunk harcolni egy idő után, talán ő sem akar majd. Csak rohadt sokszor kell neki ezt mondani. Flörtök neki még egyet. De igazából ugyanolyanokat mond, tehát hogy... De ezt hogy lehet megcsinálni? Na jó, mercyzegetek. Na, készítsd a special attackot. Igen, itt van a kutyus. Hát ez egy nagyon béna special attack. Nem válik be. Szóval 0 HP-n van, és megint az utolsó szinten vagyok, és megint itt fog meghalni emberek. Hát ezt nem bírom ki, hát itt meg fogok ölni amúgy. Nem! 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 Ugyanaz lesz! Ugyanitt haltam! Pontosan ugyanitt haltam meg, ugyanígy haltam meg. Az előző alkalommal is egy kicsit se lett jobb. Pontosan ugyanaz megtörtént. Fú! Igen, ez az, ami mindig elcsösszök. Igen, nem. De, jól van. Igen, ez kell. Ah, haha, hát a másik, amit mindig elcsösszök. És megvan, ez az, ezt is elcsösztem. De jó! És megvan! Ha-ha-ha! Fejlődő képes vagyok! Behold! Itt a special attack, nézzétek! De aranyos kiskutya! Hát, nem láttuk már vagy 20-szorra. Ezután jön majd a nehéz szint. Come back here, special attack! Nem! Oh, yes! Itt a special attack, és itt jön ez, amit
Kétszer is átugrottam. Mi az ott az a csont a kördeszkán? Mi a bánat? What? Hát ideje mi nem jutottunk el egyszer sem. De végén a kis lassú csont az ott. Fogadjunk, hogy jön valami rohadt gyors ezután mindjárt. Nem. Ennyi lett volna! Ezt rontottam el múltkor! Ah! I will spare you, human. Hát pedig mi kegyelmeztünk meg neked? Elfogadod a kegyelmet? Jó. Spare. You had a sense. Nyohoho. Nem is rögött még így. Úgy szokott rögni. És csak simán azt mondom neki, hogy let's be friends. Na hát azt írt, hogy barát, akkor lesz barát. Tényleg? Barátom akarsz lenni? Előbb még flörtöltünk, majdnem jártunk is. I guess I can make allowance for you. Hát barátok lettünk meg. First date, azért... Barátságról volt szó, nem rögtön járásról, de... Oké. Okay. Csak engedj tovább, jó? Ja. When you reach the capital, cross the barrier. To make a seal. Trapping us all underground, hogy még mindig a föld alatt vagyunk. Aki ezen belép, azon onnantól kezdve senki nem tud kijönni, vagy hát azon onnan már nem lehet kijönni. Kivétel a nagyon-nagyon erős lelkek, például olyan, mint akik olyanok, mint te. Ezért akar a királyunk megszerzi magának egy embert. Ki akarja nyitni ezt a blokkádat, ezt a barriert a léleknek az energiájával. És akkor az emberek, vagy akkor a szörnyek visszatérhetnének a felszínre. Ó, majdnem el is felejtettem elmondani neked. Hogy ahhoz, hogy el akard elérd a végét, a kijáratot, neked át kell haladnod a királynek a kastélyen. És ez tele lesz szörnyekkel. És ő is egy szörny. Oké. Okay. De mindenki szereti ezt a csávót. Biztos mi is majd szeretni fogjuk. Hát jó, csak meg akar minket ölni, vagy fel akar minket áldozni, vagy nem tudom mi a célja velünk, de biztos, hogy nem jó. De el fog vezetni minket ehhez a barrierhez. Jó. Tehát beszélni kell a királlyal. És most pedig jól hazamegy. De bármikor menjek én is el hozzá, és akkor majd tudunk csapatni egy... akkor majd elvisz engem egy randira. Oké, okay, és most mi legyen? Megyünk tovább, vagy inkább visszamegyünk randizni vele? Menj vissza a házhoz, randizzatok. Aj, emberek! Annyira tudhattam volna. Jó. Let's go back. Visszajöttél hozzám, hogy járjunk? Ó, nagyon komolyan gondolhatod ezt. Elviszek téged egy nagyon különleges helyre. Egy helyre, ahol rengeteg időt töltök. A házam! Ez volt a legrövidebb út ide a házhoz amúgy. Köszöntelek otthon. Take your time. De hát nem közösen kéne valami programot csinálni? Érezd magad otthon, ez milyen? It's my favorite game show.
folyamatosan azt mondja, hogy stay tuned for a new program. De ennél sokkal jobb szokott lenni, hello. Ez egy nagyon rossz epizód. Úgyhogy minden egyes alkalommal csak ez megy, ez a... hipa. Estírője. Adás szünet, bocsánat. Szóval... megemelte a csapjának a magasságát. És mit csinál alatta a kutya? What? Na, kiszaladt a házból. Ez erre kihajolt. Csak erre, hogy belefújjon. Papirusz, ne kerülgessük tovább a forró kását. Én azt mondom. Hogyha láttál mindent, elkezdhetünk járni. Nem néztem meg még mindent, de... fine. Oké, elkezdődött a dating. Dating start. Itt vagyunk az első randinkon. Igazából nem is volt még ezelőtt randim, hát ki nem találtam volna. De ne akudj! You can't spell prepared without several letters from my name. Első lépésben nyom meg a C-t a keyboardodon, mint dating hub. Úristen! I feel informed. Hát mit kérdez a tojás ott, amúgy? Szerintem készen állunk a második lépésre. Második lépés, kérdezz meg, hogy akartok-e járni? Ember, én a hatalmas papírusz. I will go on a date with you. Yeah, yes. Really? Uh-huh. Na akkor jöhet a harmadik lépés. Na mi lehet a harmadik lépés? Vegyünk fel szép ruhákat. A legszebbeket. Wait a second. Ruhát viselni. Ó, észrevette a bandanát a fejem körül, amit felhelyeztünk. Te jelenleg is ruhát viselsz. És nem csak azt, hanem korábban is viseltél ruhát ezen a nap. Ez nem lehetséges. Te már az elejétől kezdve járni akartál velem? Yes. Egész végig így tervezted. Ez nem lehetséges. Sokkal jobb vagy dating járásban, mint én magam. A járási energiát, date power-öd. Yeah. De mi ez egy verseny? De ne gondold, hogy jobb lehetsz nálam. Hát, teszem vissza már. Én mindig is különleges ruhákat viseltem a jelenlegi ruháim alatt, szóval én már előtted voltam egy lépéssel. És mi volt az a különleges ruha? Mit gondolsz az én titkos stílusomról, titkos ruházati stílusomról? Cool dude! I love it vagy I hate it? Love it. Egy őszinte dicséret. Megy fel a dating power-i emberek. Micsoda úriember, ugye? Milyen rejtett energiái vannak ennek a ruhának? Nem volt helyes, amit mondtam. Ez a randi, ez nem... nem folytatódhat hasonlóan. Jól, hogyha nem tudod meg az én titkomat a ruházattal kapcsolatban. De ez nem történhet meg. Mi, le kell vennem róla a ruhákat, vagy mit kell?
Miért kell nézegetem a ruháit? My hat. My hat. My hat. Yeah. Volt alatt egy ajándék. Megtaláltuk a secretet. Ez egy ajándék. Csak neked. Open it. Ez egy nagyon érdekes randi amúgy. Csak egy unboxingot mindjárt. Tudod, hogy ez micsoda? Hát gondolom egy spagetti, de mondjon neki azt, hogy I have no idea. Ah, of course, tudom. A spagetti. Legalábbis azt gondolod, hogy az, ugye? Ez nem csak egy különleges tészta. Ez egy igazi mesteri munka. Igen. Silken spaghetti. Finally aged in an oaked cast. Jól hangzik. Master Chef Papyrus csinálta. Megesszük. Csak egy kis darabkát. What a passionate expression! Nagyon-nagyon szereteted, vagy csak azért volt ilyen furcsa arc kifejezése, mert annyira rossz volt az íze, de nem baj. De van még több, amit tehetnék. Még ennél is több? Hát ennél hogy lehetne több, amikor a pasztánat a fején szolgálja fel a tésztát? Sapkája alá rejtve, és még a gatyáját azt meg se néztem. De most már világosan látom a képet. Te teljesen szerelembe estél velem. Minden, amit csinálsz, minden, amit mondasz. Azt szeretném, hogy te is boldog legyél. Itt az idő, hogy kimutassam az érzéseimet. Hát eddig nem mutattak ki amúgy. Itt az idő, hogy elmondjam. Én, Papyrus. Kicsit meleg van itt bent, vagy csak én érzem ezt? Ó, a fenébe is. Ember, én nagyon sajnálom. Nem tetszik, ahogy most így nézel rám. Romantikusan úgy értem, hogy... Nagyon-nagyon próbálkozok. Mi a fene folyik itt? Dark prison of passion. It no escape. Hogy tetted ezt, barátom? No. Nagyon-nagyon rossz. Én nem hibázhatok semmiben. Segítek, hogy átessél ezeken az időkön. Milyen időkön? Miről beszél? Nem, egyszer elveszettem a fonalat. Én kell maradok a király kis haverod. És csináljuk úgy, mintha ez meg se történt volna. Úgy érzi az, hogy teljesen elköteleződött, vagy így a szerelem rabságába esett volna, vagy esténk mindenketten, és ez egy rossz dolog lenne, vagy... Mitől rezelt be ennyire? Úgy inkább csak barátok. So please... kérlek, ne haragudj, hogy én most nem csókollak meg. Igazából még ajkaim sincsenek, mert itt csontváz. De talán egy nap találsz még valaki olyan jót, mint én. Vagy hát ez nyilván nem igaz, mert nála ugye nincsen jobb. De a második legjobbat. De megadta a telefonszámot. Bármikor hívhatjuk. Hát friendzone-ba kerültünk, emberek. Ismerős az érzés. Nem tudom, mi az a grill biz, de menjünk, miért nem.